Az idők során egyetlen olyan lény akadt, mely fellelhető szinte minden valaha létezett emberi civilizáció legendáiban. A sárkány. Lehet, hogy ezek igaz történetek? Lehet, hogy valóban léteztek sárkányok? Hogyan tudtak repülni? Hogyan okáttak tüzet, és miért pusztultak ki? Ez az ő történetük. Egy olyan állatfajé, melynek eredete a dinoszauruszok korára tehető, és mely a középkorban bukkant fel utoljára. Fejlődés történetük vonalát négy faj képviselőin keresztül követjük, melyek a következők. Az őskori óriás, tengeri rokona, erdőlakó leszármazottja, valamint utolsó képviselőjük a hegyi sárkány. Ha a tudósok bizonyítékot találnának létezésükre, az fenekestől felforgatná a világot. És végre megismerhetnénk eme csúcsragadozók tündöklését és bukását. A sárkányok birodalma. Történetünk a Kréta korszakban kezdődik. Egy régmúlt időben, amikor még óriások éltek a földön. Amikor a valaha élt legnagyobb ragadozó besétált a történelembe. Ez volt a Tyrannosaurus Rex uralkodásának kora. Legalábbis ezt gondoltuk. E távoli helyen, szokásos vadász területén egy idegen élőlény kezdett portyázni. Márpedig az élelem igen ritka volt. A levegőben megérezte a valaha élt legmegdöbbentőbb húsevő szagát. Az őskori sárkányét. A sárkány komoly veszélyben van. A hatalmas T-rex mellett eltörpülve blöfhöz folyamodik. Teste felfúvódik, szárnyait kiterjeszti, hogy nagyobbnak hasson, mint amekkora valójában. Ám a falánk T-rex tapasztalt vadász, nem dől be a trükknek. Ekkor a sárkány stratégiát vált. Üvöltése mérföldekre hallatszik. De a T-rex még mindig nem adja fel. És nincs hová elbújni. De e csodás teremtmény tarsolyában még lapul egy utolsó trükk. Ez az ő területe. Ráadásul a kölykét védelmezi. Tyrannosaurus nem éri meg a reggelt. A lángcsóva a sárkány legvégső fegyvere, de ezúttal túl későn vetette be. Törött szárnyal immár nem képes vadászni, többé nem tudja ellátni sem magát, sem utódait.
65 millió évvel később, a T-Rex sérült koponyája láttán egy zseniális fiatal paleontológus őrült elméletet gyárt. Ez egyike a három épp T-Rex koponyának, amit valaha találtak. Minden akkor kezdődött, amikor megtaláltam ezt a T-Rex koponyát Montanában. A leletet az egész világon üdvözölték. Egyik napról a másikra hős lettem, de aztán valahogy elszúrtam. Én, Dr. Jack Tanner, a neves paleontológus, valószerűtlen lények létezésének lehetőségét vetettem föl. A T-Rexem koponyáján igen furcsa sérüléseket találtam, amelyekből arra következtettem, hogy egy bámulatos ragadozó támadhatta meg. Azt hittem, ez megcáfolhatatlan bizonyíték, és hogy mások is osztják majd a véleményemet. Kérem, nézzék meg figyelmesen. Ezek a nyomok azt sugallják, hogy a koponyát három éles tárgy lyukasztotta át. Egy ív mentén. Elhelyezkedésük karmukra utal. Nem hiszem, hogy ez a sérülés okozta volna a T-Rex halálát. A halál valódi oka itt keresendő. Látják? A koponya mindkét oldalán szimmetrikusan szénlerakódás figyelhető meg. Ezek égésnyomok. Pontosak. Célzott tűznyomai. A zseniális Dr. Tanner immár nevetségtárgya lett. De nem tagadhattam meg, amit találtam. És néhány hónappal később már a múzeum sem. Újabb lelet bukkant fel, ezúttal a világ másik felén. Nem Montanában, hanem Romániában. Extrém síelők egy jégbarlangrendszerre bukkantak, amely a szokatlanul enyhe tél következtében tárult fel. Rettenetes dolgot fedeztek fel. Egy középkori brutális bűntény színhelyét. De ez még nem minden. A barlang mélyén valami mást is találtak. Valamit, ami arra késztette őket, hogy kapcsolatba lépjenek a múzeumommal. Feletteseim szkeptikusak voltak ugyan, de kíváncsiságuk győzött, és elküldtek a helyszínre. Így hát itt vagyok két asszisztenssel és egy szigorú utasítással. Értékeljem a leletet, majd szállítsam a maradványokat Londonba. Lehet, hogy ez lesz a második esélyem, hogy a sejtésemet igazoljam. Hogy bebizonyítsam, a lehetetlen mégiscsak valóság. Rosszul kezdődik. Mindent lehoztak a hegyről. Ki tudja, milyen bizonyítékot tettek tönkre, örökre. Itt vagyunk hát az Isten háta mögött, egy túlméretezett pajtában rögtönzött hullaházban. Ezek a holttestek sokat mesélhetnek. Egy hegyi barlang lett a sírkamrájuk, úgy 600 évvel ezelőtt. A román kutatócsoport már vizsgálja őket. A jelentésük szerint a jég miatt feketedtek meg. De ebben nem vagyok biztos. Mindegy, ez nem az én asztalom. A megbízásom arra valamire szól a hátsó kamrában. Nem is tudom, mire számítottam, de nem erre, az biztos. Ez egy teljes tetem.
ez a lény tudott repülni és tüzet okádni, akkor nincs többé elméletem. De van egy sárkányom. A legfeljebb 24 órába telik, mire el tudjuk szállítani, tehát gyorsan kell dolgoznom. A szabályokat pontosan betartva járok el. Naplót vezetek. Június 25, 12 óra 5 perc. Dr. Tanner és csapata hozzálátnak egy azonosítatlan állat tanulmányozásához. Azonosítatlan állat? Na persze. Azért lenne néhány kérdésem. Jól van, drágám. Ki vagy te? Hagynom kell, hogy elmeséld a történetedet. A bőre pikkelyes és farka van. Ezek azt sugallják, hogy valamilyen hüllőről lehet szó. Két végtag látható, melyek úgy tűnik karmokban végződnek. A mellkasnak bizonyára különleges szerep jutott. Nagyon izmos, erőteljes, ragadozó madarakra jellemző, sólymokra, sasokra. Ezek az általános jellemzők. Melyek repülésre utalnak. Mégsem áll össze a kép. A teremtmény túlságosan nehéznek tűnik ahhoz, hogy ilyen kis szárnyak megtartsák. Nem lehettek képesek akkora erőt kifejteni, hogy az állatot a levegőbe emeljék. Akkor hogyan repültél? A szárny méretei, a szárny szélesség 7 méter alatt van. Ez nem elég. A lény repülésre alkalmasnak tűnik, minden elem megvan hozzá, de valami még mindig nem stimmel. Becsült súlya? Úgy 400 kiló körül lehet. 430 talán. A programnak nem tetszik. Ne is mondd. A szárny és a testsúly aránya nem jön össze, ugye? Túl nehéz. Na jó. Hogyan emelkedtél fel a földről? Fiatal sárkányunk ugyanezzel a kihívással találja szembe magát. Túlélése múlik a repülés képességén. Anyja sérülése, melyet a T-Rex-el folytatott küzdelemben szerzett, halálosnak bizonyult. A fertőzés és a vérveszteség megtették hatásukat. Két nap múltán tetemének szaga odavonzza a dögevőket. Egyelőre csupán a pteroszauruszokat, de ki tudja még milyen lények érezhetik meg a dögszagot. Sárkányunk izmai és szárnyai teljesen kifejlettek, de még nem próbálta ki őket. A sárkányfiókák akkor kezdenek megtanulni repülni, amikor anyjuk elérkezettnek látja a pillanatot, hogy magukban boldoguljanak. Ez általában nem következik be ilyen korán. Fiatal sárkányunk egy kritikus pillanatban veszítette el az anyját. Talán sosem emelkedik a levegőbe. Minden azt bizonygatja, hogy repülésre termettél. Hogyan? A belső szkennelés erőteljes szívet mutat. Ez jó jel, fontos a repüléshez. A mellkas izmai hatalmas mennyiségű oxigént igényelhettek. Csontjaid szintén repülésre alkalmasak. Belső felépítésük nagyon különleges, lépsejtes szerkezetű. Ezzel a könnyű súlyú csontszerkezettel a madaraknál már találkoztam. Csontjaik erősek, ugyanakkor elég könnyűek a repüléshez. De te még mindig túl nehéz vagy. Rajta, áruld el a titkod. Van valami? Várjunk csak. Valami szokatlant látok a mellkas üregben. Mi lehet ez? A képek homályosak, nincs időnk találgatni. Belenézek.
Mik ezek a bőrszerű szervek? Mintha egy második pár tüdő lenne. A belsejük üres, mintha valamiféle belső hólyakhoz hasonlítanának. Mi lehetett bennük? Ide adnád a fecskendőt, kérlek. Kösz. Gáz. Elemezd, kérlek. A sárkányoké a legleleményesebb alkalmazkodási módszer a repülés történetében. A mi sárkányfiókánknak még fel kell fedeznie. Mivel vadászni nem képes, kihasználja az egyetlen táplálékforrást, mely elérhető számára. Az anyja talán még halálában is segítheti a repülésben. Minden élőlény beleiben baktériumok találhatók, melyek segítik a táplálék lebontását. Az anyagcsere folyamán melléktermék keletkezik, gáz. De a sárkány beleiben egy egyedülálló baktérium tenyészik, mely különleges gázt termel, és a többi élőlénnyel ellentétben ez a gáz itt nem vész kárba. A kettős kamrába áramlik, azaz a sárkány repülőhólyagjába. A könnyű súlyú csontozat mellett ez lehet a kulcsa a repülés képességének. A fiatal sárkánynak előbb-utóbb próbára kell tennie bonyolult repülési rendszerét. Miközben a pterosaurusok várnak a sorukra, egy veszedelmesebb lény is megérezte a bomló tetem szagát. Egy idős hím sárkány. Törött szarva és marcon a külseje egy tapasztalt sárkányról tanúskodnak, egy nagy túlélőről. Ez rossz hír a fiatal sárkány számára. Ezek a lények folyton pengeélen táncolnak. A terület védelmért folytatott állandó csaták eredményeképpen a hímsárkányok ritkán érték meg az öregkort. Ez a sárkány egy vándor, dögökkel táplálkozik. De ha úgy adódik, inkább a friss húst választja. És ezúttal az anyasárkány nincs ott, hogy megvédje utódját. Az öreg állat bámulatos gyorsasággal közeledik. A fiatal egyetlen reménye a menekülésre, ha a levegőbe emelkedik. Nézzük a gáz összetételét. A hidrogén dominál. Hidrogén. 14-szer kevésbé sűrű a levegőnél, színtelen és szagtalan. Mi történik, ha egy ballont hidrogénnel töltünk meg? Elrepül. Nagyon okosan a fiatal sárkány a fák felé tart. Az idős hím itt nem tud repülni, a lángcsóva túl értékes ahhoz, hogy elpazarolja. De a sárkány fióka még nem ért ki az erdőből. A teste megfeszítetten dolgozik. Gyorsan ver a szíve, összehúzódnak az izmai, hatalmas mennyiségű hidrogén termelődik. De még mindig nem elég. Mit gondolsz? Mekkora lehet egy ilyen hólyag maximális térfogata? Nincs fél köbméter. Kettő van belőle, az tehát kevesebb, mint egy köbméternyi hidrogén. Ez milyen felhajtó erőt eredményez? Még nem tudom, de talán... Lehet, hogy a repülőhólyagja tele van, de a gyomra is. A megemésztetlen táplálék súlya visszahúzza. Az ösztönök vezérlik. Az utolsó pillanatban kiüríti gyomra tartalmát. Az arányok a javára változtak. De vajon elég ennyi? Kimerült öreg hím feladja, a könnyebben megszerezhető táplálékot választja.
sárkányunk felfedezte a szárnyait. Épp időben, életében először repül. Az előzetes elemzés szerint, ami megerősítésre vár, talán, de csak talán, ez a lény repült. De az elméletem nem teljes, ha csak ez a teremtmény nem szolgáltat bizonyítékot egy másik legendás képességre. Kifutunk az időből. A tetem kezd felengedni. Bizonyítékot kell találnom a tűzokádásra, mégpedig gyorsan. Na jó. Bedugom a fejem az oroszlán szájába. Nyilvánvalóan húsevő. Csodálatos ragadozó. Az egyedünknek vannak metszőfogai, azaz hústépőfogak, valamint örlőfogai is. A rájákra emlékeztet. A rájáknak van ilyen fogazata a kemény kagylóhéjak megörlésére. De mire használ egy húsevő ragadozó örlőfogakat? Szóval pontosan mivel táplálkoztál? Eltelt néhány év, és a sárkány fiókából fiatal felnőtt lett. Otthontalan, már pedig saját terület nélkül sose talált társat. De most eljött az ő ideje. Mélyen berepül egy domináns hím területére. Nagyon merész cselekedett. A fiatal hímek csaknem fele a territóriumért folytatott csatákban pusztul el. A serdülőkor szeleburdisága vibráló erőfitoktatássá változott, mely a rivális hímek megfélemlítésére szolgál, valamint a nőstények elcsábítására. Először is feltankol egy igen ritka és értékes ásványból, mely minden sárkányok lakta területen előfordul. Élete nagy csatájára készül. És a tűznek jut a kulcsszerep. A száj belső felülete elképesztő, majdhogy nem páncélozott. Oh. Ez olyasmi, amit láttam már. Egy húsos szelep a torok hátsó részén. Nagyon hasonló ahhoz az álszájpadláshoz, amely a krokodilok torkában található. A krokodilok egy bőrlebennyel akadályozzák meg, hogy a tüdejük megteljen vízzel, miközben a víz alatt vadásznak. Nagyon különleges forma, ha jobban belegondolok, láttam már hasonló fosszíliákat. Ez egy igen specializálódott struktúra. Meg tudnád nézni az ásatások és a múzeumok anyagában, hogy nem bukkant-e fel valahol hasonló? Elképzelhető, hogy ez csupán alkalmazkodás. Talán nem arra szolgált, hogy meggátolja a tüdő elárasztását, hanem arra, hogy visszatartsa a tüzet, hogy így óvja a szájüregét. Hangosan kimondva igencsak túlzásnak hat. Szembe kell néznem a tényekkel. Nem úgy tűnik, hogy ennek a lénynek a szájából valaha is lángok törtek volna elő. Nem látok égett táplálékmaradványokat, sehol semmi elszenesedett akármi. Mintha mindene meg lenne hozzá, csak sohasem használta. Talán sosem ukádott tüzet. Igazad lehet. Menjünk vissza egy lépésnyit. A természetet nem korlátozza a fantáziánk hiánya. Miért is ne okáthatott volna tüzet? Gondoljunk csak bele, a világ tele van furcsábbnál furcsább teremtményekkel, melyek csodálatos fegyverekkel rendelkeznek. Szigonyként használt nyelv. Szín és alakváltoztatás. Lasszók. Na de élőlény, amely tüzet lehel ki? Igen, valami hasonló még ma is létezik. Ismerkedjünk meg,
a pöfögő futrinkával. Amikor fenyegetve érzi magát, folyadékot lövel ki magából, melynek hőmérséklete 90 fok feletti, ami megközelíti a víz forráspontját. Folyadékot pumpál egy reakciós kamrába, ahol egy katalizátor begyújtja az elegyet. A nyomás növekedés miatt az égő anyagok robbanásszerűen a szabadba távoznak. Vajon a sárkányok is így csinálták? 100 négyzetkilométeres területe szívéből az uralkodó sárkány lángoló üzenetet küld a levegőbe. Ezzel jelzi kihívóinak és a nőstényeknek, hogy egészséges, és van annyira magabiztos, hogy értékes lángcsóvákat pazaroljon el pusztán erőfitoktatásként. Az üzenet a mi fiatal hímünkhöz is eljut. Ha meg akarja nyerni ezt a párbajt, a legjobbat kell kihoznia magából, mert a tét rendkívül magas. A territóriummal együtt jár a biztos táplálék utánpótlás, valamint az, amire minden fiatal hímnek szüksége van, hogy nyomot hagyjon a következő generációban. Egy nőstény. Ez a nőstény az igazi oka annak, hogy idejött. Párzási időszak van, és a nőstény mindössze egy hónapon át hajlandó az uralkodó hímmel párzani. És itt a hím. Már ölt a nőstényért, és ezután is megteszi. Ha jól van. Vissza az alapokhoz. Mi kell ahhoz, hogy tüzet produkáljunk? Üzemanyag és valami gyújtószerkezet. Egy könnyű és gyúlékony anyag kellene. Mondjuk gáz. Ez az. Mit is mondtál? Mi volt ezekben? Hidrogén és metán? Igen. Elnézést. Ez hidrogén és metán. Mindkettő gyúlékony és könnyebb a levegőnél. Ezek tömlők. Egyszerre voltak repülőhólyagok és üzemanyagtartályok. Evolúció a takarékosság jegyében. Eddig jó. De mitől gyulladt be? Kaphatnék egy mintát? Terület ura egy tapasztalt csataló, egy élete teljében lévő sárkány. 15 éven át minden kihívóját legyőzte. Bőre színe besötétedett, ez jellemző azokra a hímekre, melyek egy adott terület felett uralkodnak. Rajta már nem láthatóak az ablegény életet élők piros foltjai. Harci tapasztalata azonnal szembetűnik. Az első lángcsóva súlyos sérüléseket okoz sárkányunknak. A fiatal hím a felhők közé emelkedik, kétségbe esetten keresve a menedéket és a hűsítő párát. De ellenfelének is problémája támadt, elégeti a hidrogént, mely a levegőben tartja. A következő lövésnek célba kell találnia. De elvéti. Fiatal sárkányunk szerencséje nem tarthat örökké. Felgyorsul és a hegyvonulat szegélye felé tart. Az uralkodó hím alábecsülte ellenfelét, akinek egész készletnyi elégetni való hidrogénje maradt. Áttörés. Üledéket találtunk a lény egyik örlőfogán. Kőpor, mely különösen sok platinát tartalmaz. Csak úgy, mint a pöfögő futrinkának, a sárkánynak is katalizátorra van szüksége a gyújtáshoz. Hogy mit használ? Platinát. Hé,
Hidrogénnel keveredve elég. Tűz keletkezik. Tökéletesen kihasználva fegyvereit, sárkányunk győz. A nőstény az új uralkodó hím elfogadására készül. Egész életében küzdenie kellett, és most elérte célját. Összefoglalom, mit tudunk rólad. Tudtál repülni, tudtál tüzet okádni. 65 millió évvel ezelőtt egyik fajtatársad megölte azt a T-rexet. Csak hogy a tetemed mellett 15. századi emberi maradványokat találtak. Ez itt a probléma. Bolygónk története szerint ez egészen egyszerűen nem lehetséges. A sárkányok fénykorában a Krétakornak hirtelen vége szakadt. Egy Monteveres nagyságú meteorit csapódott a Földbe. A KT határként ismert időszakban bekövetkező jelenség csaknem minden életet kipusztított a bolygón. A Földön egyetlen macskánál nagyobb élőlény sem maradt életben. Hogy élted túl a KT-t? Hogy maradtál fenn? Gondolkodjunk. Milyen nagyobb állatok élték túl a KT-t? Cápák, ráják, teknősök, maradványhalak többek között. És mi a közös bennük? Élőhelyük a tenger. És a krokodilok? Krokodilok. Az álszájpadlás a krokodiloknál is megtalálható. A kiugró ornyilások olyan élőlényt sejtetnek, mely egyszerre képes zsákmányát a fogai közt tartani és lélegezni, miközben teljesen elmerül a vízben. De ez a lény nem úszott, hanem repült. Szárnyai és karmai vannak, nem pedig úszóhártyás lábai. A szájpadlás valószínűleg az evolúció egyik maradványa. Feltehető, hogy a távoli múltban ennek az állatnak az ősei vízi életmódot folytattak. Vajon elúsztak a kipusztulás elől? A víz jelentette a sárkányoknak a menekülő utat a bolygó leghalálosabb eseménye elől. De a romániai példány nem az őskori sárkányok leszármazottja. Ez a faj ugyanis teljesen kipusztult. Ez a sárkány a család egy másik ágából származik. A KT katasztrófa idején az őskori sárkány nem volt egyedül. Akadt egy rokona. A tengeri sárkány. A két faj egy közös őstől származott, melynek a partmenti mocsaras területeken volt a vadász területe. Leszármazottai merőben különböző evolúciós utakra léptek. Egyik a szárazföldet választotta, másik a tengert, ahol az életet kevésbé befolyásolták a meteorit becsapódás következményei. Idővel a repülőhólyag úszóhólyaggá változott, az összenyomott szárny úszószárnyként, az erőteljes farok pedig kormánylapátként működött. Tengeri sárkányok növekedtek. Később a globális hőmérséklet emelkedésével egyes tengeri sárkányok visszatértek a partmenti övezetekbe.
tölcsértorkolatokon keresztül felúsztak a folyókon, majd megtették első lépéseiket a szárazföldön. A tengeri kígyó. Vajon ezek a mítikus lények is éltek valamikor? A tengeri szörnyekről szóló legendák főszereplői netán épp a tengeri sárkányok. Lehetséges, hogy képesek voltak vízi és szárazföldi életre is. Az álszájpadlás csontja. Egy ásatás helyszínén is előbukkant, talán ez a hiányzó láncszem. Milyen környezetről beszélünk? Erdőről. Miféle erdőről? Bambusz. Tudtam, hogy már láttam ilyen szájpadlást. Egy korábbi ásatáson talált megkövesedett koponyában. Azt hittem, a krokodilok egyik kihalt fajától származott. Most kiderült, hogy a dolog sokkal izgalmasabb. Úgy tűnik, a család benépesítette az egész földet. Legalább egy alfaja bizonyára Kína területén élt. Milyenek is voltak a kínai mitológia sárkányai? A földön tekergőző hosszú, karcsú teremtmények, épp olyan testalkatúak, amilyen egy tengerből előbukkanó élőlénytől elvárható. És ami tökéletesen megfelel a sűrű erdei léthez. A tengeri sárkányok kimerészkedtek a vízből a szárazföldre, és úgy találták, hogy a földön újra helyreállt az élet. A bolygón új élőhelyek és új fajok fejlődtek ki. A dinoszauruszok kora lejárt, és az állatok egy új rendje jelent meg, és népesítette be a világot, az emlősök. Az emlősök bőséges táplálékforrásként szolgáltak a sárkányoknak. Akárcsak őseik, az erdei sárkányok is magányos életmódot folytattak, csupán a párzás idején éltek társas életet. Az erdei sárkány szárnyai elcsökevényesedtek. Az erdei vadászat során nem sokra ment volna a repüléssel. Viszont kitűnően tudott lopakodni. Bőrének mintázata szinte elmosta körvonalait a szórt fényben. Fürgesége és álcázási képessége révén csaknem láthatatlanná vált a sűrű bambuszerdőben. A dinoszauruszok kora óta új trükköket fejlesztett ki. Ebben a környezetben emlősökre vadászni ügyességet kíván. A kistermetű fürge emlősök hallása és szaglása igen kifinomult. Egyetlen rossz mozdulat elég ahhoz, hogy egy szemvillanás alatt eltűnjenek. Úgy helyezkedik el, hogy szagát ne vigye áldozata felé a szél, és feszülten várakozik. De még nem áll készen arra, hogy lecsapjon. Előkészíti speciális fegyverét, mellyel növeli esélyeit az óvatos prédával szemben. Az erdei sárkány bámulatos viselkedési stratégiát fejlesztett ki, az utánzás képességét. A repülőhólyagból a torkába áramló gáz szabályozásával képes elváltoztatni a hangját és becsapni zsákmányát. De a vadászatot megzavarják. Egy betolakodó van a területén.
egy merész állat, mely utoljára állt a sárkány és zsákmánya közé. A megtorlás nem marad el a területsértés és a kiszemelt préda elvesztése miatt. A rövidebb utat választja. A betolakodó veszélyt jelent a túlélésre. Kisebb termetű és sokkal mozgékonyabb az erdei aljnövényzetben. Az új ragadozó emlős tökéletes vadásznak bizonyul. Ő a verseny legújabb résztvevője, a tigris. A sárkánynak le kell számolnia vele. A sárkány lecsapni készül. Beleolvad a környezetébe. Láthatatlan, de hallatja a hangját. A hangot, ami nem elriaszt, hanem közelebb csalogat. A tigris zsákmányt érzékel. De nem látja. Óvatos vadász létére a hang mégis becsapja. A sárkány elvégez még néhány apró módosítást, és az imitáció tökéletes. Egy zamatos kövér disznó, mely teljesen gyanútlan. Tigris beleesett a csapdába. Egyel kevesebb rivális, egyel több zsákmány, melyet egy tisztásra vonszol. A tigris bundája nehezen emészthető, ezért a sárkány egyszerűen leperzseli. Az erdei sárkánynak megmaradt egy ősi képessége, mely immár nem csupán fegyver, hanem eszköz is. A lángok egy másik emlőst vonzanak a közelbe, és ez a faj még nagyobb veszélyt jelent a túlélésére. Hirtelen egy egész családnyi sárkány kelt életre a szemeim előtt. De hogy kapcsolódik ez a sárkány a történethez? Folytattuk a munkát. Bebizonyítottuk, hogy léteztek repülő, tűzokádó sárkányok. A tetem boncolása egy biológiai kalandregény olvasásához hasonlított. Sokat tanultunk, ősi titkokat fejtettünk meg. De lassan lejár az időnk. A helikopter bármelyik percben itt lehet, és mi elindulunk Anglia felé. Ezt látnod kell. Most vettem észre ezeket a részeket. Mik azok? Törött bordák? Nem, a bordák teljesen épek. De csontok, nem igaz? Mik lehetnek? Ez megmagyarázza a fura arányokat. Hát persze. Négy lába volt. És két szárnya. Hat végtag. Sohasem létezett gerinces hat végtaggal.
Ez igaz. A Föld összes gerincesének 4 végtagja van. A szárazföldieknek 2 melső és 2 hátsó lábuk. A repülő gerinceseknek pedig 2 lábuk és 2 szárnyuk. Mindegyik 4 végtaggal rendelkezik. De ez a sárkányfaj megtörte a szabályt. Ez egy különös mutáció. Ez a teremtmény genetikusan alkalmazkodott. Ez olyasmi, ami nem létezett az állatvilág egyetlen másik fajánál sem. Egy egyedi evolúció bizonyítéka. Ha hiszünk a mítoszoknak, akkor tudhatjuk, hogy ez a mutáció igen elterjedt volt. A kínaiak, az asztékok, a polinéziaiak mind rajzoltak olyan lényeket, amelyek ugyanezt az adaptációt tükrözték. Még az eszkimók is, akiknek a lakóhelyén nem találhatók hüllők. És mindezen társadalmaknak megvannak az óriási, 6 végtaggal rendelkező hüllőkről szóló meséi. Elszigetelt kultúrák, különböző kontinensek, melyeket óceánok választanak el, és melyek nem álltak kapcsolatban egymással. Mégis mindezen népeknél előfordul a sárkány mítosza. Ezek a rajzok nem egy vad primitív fantázia bizonyítékai, hanem feljegyzések. A művészek mondani akartak valamit nekünk, csak nem figyeltünk rájuk. És ha ezek az ábrák pontosak, akkor nem csupán egy faj létezését bizonyítják, hanem azt, hogy különféle sárkányfajok népesítették be a bolygót. Na jó. Most már van bizonyítékunk az Ázsiában élt erdei sárkány létezésére. Téged pedig nevezzünk hegyi sárkánynak. Hogyan élsz a néphit emlékezetében? Románia. Sárkányrajzok. Úristen! Itt van, megörökítve a középkori festett ablakon. A helybéliek hegyi ördögnek nevezték. A legenda megfelel az elképzeléseknek. A helybéliek terrorizálása, a lábasjószágok megtámadása, a tűzokádás. Lehet, hogy ez egy 15. századi fénykép rólad? Együtt éltél velünk, ugye? Lejárt az időnk, elszállítjuk a tetemet. Egy utolsó ellenőrzés, nehogy valami elkerülje a figyelmünket. Mi az ott a székben? Valami beágyazódott a jobb pitvarba. Nem szerves dolog. Minden közvetett bizonyíték ellenére semmivel sem támaszthattam alá sárkányok és emberek kapcsolatát. Mostanáig. Eljött az emlősök kora, de a sárkányok is léteztek még. Továbbra is ők voltak a csúcsragadozók, de uralmuk immár nem volt biztosítva. A szárazföldre visszatérve csupán néhány sárkányfaj fejlesztette ki újra a tűzokádás képességét. Az emlősök pedig kifejlesztették ellenfelét, az embert. Az ember is felfedezte a tűzben rejlő lehetőségeket, mert ő is furfangos volt.
Az emberek erdőirtásra használták a tüzet, valamint arra, hogy fémeket olvasszanak és fegyvert készítsenek. Egyetlen szemvillanás alatt képesek voltak bolygónk történetének legfélelmetesebb ragadozóját a kihalás szélére taszítani. A tüzet a sárkány ellen fordították. Emberek és sárkányok. Halálos ellenségek. A helyi legenda, amelyet ez az üvegtábla is megörökít, lovagokról mesél, akik a hegyekbe indultak sárkányt ölni. Ezt nem a jég okozta. Ez korom. Ezeket az embereket élve megégették. De hogyan? A mi sárkányunk képes volt tüzet okádni, a boncolás ezt bizonyította, de biztos vagyok benne, hogy sosem tette. Hiszen még nem végeztünk. De igen. Nézd! Nézd! Korom. Az egyik holttesten találtam. Azokat a tetemeket megperzselték. Nem hallgatnak rám. Ez a 21. század nagy felfedezése. Nem hagyhatjuk, hogy oszlásnak induljon. De itt ez az égető kérdés. Készen állnak! Mi perzselte meg ezeket az embereket? Nézd ezt a részt! Félreértem talán? Ezek nem a szaporító szervek. Petevezetékek, ugye? Kis petefészkek. Ez egy nőstény. De nincs nyoma tüszős aktivitásnak. A szaporító szervek fejletlenek. Még fiatal. Ez egy kölyök. Ez hatott. A felboncolt tetem egy kölyöké volt. A barlang, a bűntény színhelye bizonyára egy fészek lehetett. A helyi legenda tipikus. Egy félelmetes történet, mely generációról generációra öröklődött. Mese egy démonról, egy hegycsúcson lévő barlangról, és lovagokról, akiket elnyelt a köd, és akiket többé nem láttak viszont. Mostanáig. A megfeketedett testek a lovagok a legendából. Megölte őket egy felnőtt sárkány. Egy kölykét védelmező sárkány. A barlang, ahol a tetemeket találták, elárulhat még néhány dolgot. Szerintem ott fönn a hegycsúcson egy egész sárkány család nyomait találhatjuk meg. Tanner egy középkori tragédiát készül felderíteni. A 15. században vagyunk, és egy hegyi sárkányt ostrom alá vettek. Eme nőstényhegyi sárkány távoli ősei a keleti vizekből bukkantak elő, és az árterekben követték a vadállatok csordáit, melyek azóta kihaltak. De a hegyi sárkányok is kihaltak, ugyanis az ember a legkietlenebb vadász területre szorította vissza őket. A terület, melyen ez a nőstény őrjáratozik, távol van az ember lakta területektől, ám a táplálék igencsak ritka errefelé. Most a Föld legritkább teremtményére vadászik, de nem ennivalót keres, hanem egy társat.
területe minden szegletében hátrahagyja a szagát. Az erős szél dél felé viszi a feromonokat. Normális esetben a nőstény sárkány 7-8 évente párzik. Ez a nőstény közel 22 éves, és még soha életében nem látott hím sárkányt. Talán még 15 éve van hátra, de ez csupán találgatás. Amikor eljön a párzási időszak, mely nyaranta egy hónapon át tart, az ösztönei arra késztetik, hogy eljátsza a csábítás rituáléját. De a hónap csak nem lejárt, és hamarosan egy újabb évet kell majd várnia. Megint változik a terv. Valami érdekes dolog tűnik fel úgy fél mérföldnyire a barlangtól. Az olvadó hó különleges dolgokat tárt fel az alattunk húzódó sziklákon. Az átlagos szemlélődő számára ez bármi lehet, akár egy fura geológiai folyamat eredménye. De én, aki tűzben égek, azonnal látom, hogy ezek perzselés nyomai. Ne, nem kell mintavétel! Kövesd ezt a vonalat! Keres újabb égés nyomokat! De légy óvatos, lehetnek rejtett hasadékok. Nagyjából 2 órányira délre vagyunk a leszállás helyétől. A gyilkosság helyszíne felé tartunk. Nézd GPS koordinátákat! Rendben! A szikla elszíneződésének oka úgy tűnik, ki volt téve egy magas hőfokú csóvának, mely szó szerint heget vésett vele. Ezeket a sziklákat az olvadáspontig hevítették szimmetrikus vonalak mentén. A méretek elképesztők. Villámlás nem okozhatta. Erdőtűz. Nem valószínű. Egy gleccser közelében vagyunk, félúton a hegy csúcsa felé. A barlang a közelben van. A hely távoli, elszigetelt. Talán erőfitoktatás nyomai? Nőstény visszatér a szállására. Egy barlang az, mely kiolvadt a gleccser vastag jégfalából. A külső alacsony hőmérséklet ellenére az üregben viszonylag meleg van. Akár csak egy iglu belsejében. A vastag falak bent tartják a meleget. De a hegyi sárkány másképpen is védekezhet a hideg ellen. Tengeri őseitől egy olyan vérproteint örökölt, mely akárcsak a sarkvidéki halak esetében megakadályozza, hogy a szövetek megfagyjanak a hidegben. Ez létfontosságúnak bizonyult a faj fennmaradása szempontjából, mivel egyre szélsőségesebb életteret választottak, hogy elkerüljék az embert. Hamarosan eljön az ősz, és a nőstény egyfajta tompult állapotba esik. Anyagcseréje lelassul az év leghidegebb hónapjaiban. Ezzel is alkalmazkodik a szélsőséges környezethez. Itt vagyunk! Miért választottál ilyen távoli, barátságtalan élőhelyet? Gyertek! A rendőrség megtette, amit tudott, rajtunk a sor. Csináljunk egy ultrahangos feltérképezést a barlang minden egyes felületéről. Tudnunk kell, hogy nézett ki ez a hely 600 évvel ezelőtt. Rendben.
kezd a feltárást a padlózaton és a falakon. Bármilyen további nyomra bukkanunk, megtudhatunk valamit ezekről a lényekről. Kezdem. Tehát itt találtak meg. Szkennelés indul. A lézeres szkennelés segít feltérképezni a helyet. Így pontosan feljegyezhető, hogy mit milyen helyzetben találtunk. Van már valami? A barlang nagy részét beszkenneltem, de ez kész labirintus. Csak találgathatunk, mi van a falak mögött. Gletscher mozgás. Minimumra állítsd az echoscanner tölteteket, nem tudhatjuk, mennyire stabil ez a hely. Echoscanner. Apró robbanó töltetek hullámokat továbbítanak a jégfalba, és a visszhang felfedi, mi van mögötte. Mi az? Még nem tudom. Azt hiszem, én már tudom. Ürülék. Szerves anyagnak tűnik. Csodálatosan megőrződött. Szép munka, zsákba vele. Bocsánat. Látok benne csontszilánkokat. Nézd. Ezek gyümölcsmagoknak tűnnek. Gyümölcsmagok. Datolyamagok. Nem sok datolyapálma lehetett a Kárpátokban 600 évvel ezelőtt. Lehetséges, hogy kóborol, de valószínűbbnek tűnik, hogy ez egy másik ürüléke. A következő kérdés az, miért utazhatott ekkora távolságot kontinenseken és klímazónákon át? Vajon mi vonzhatta éppen erre a helyre? Bármitől is származik ez az ürülék, legutolsó táplálékát melegebb égövön szerezte, nagyon messze ettől a helytől. Valahol, ahol a zsákmány állata a datolyapálma gyümölcsével táplálkozott. Nőstényünk összezavarodott. Egy egyszerre idegen és mégis ismerős hang oda csalogatja a barlang bejáratához. Minden valószínűség ellenére egy hímhegyi sárkány megérezte a nőstény szagát. Egy vándor, mely Észak-Afrika Atlasz-hegységéből jött ide, ahonnan a hegyi sárkányok csaknem kihaltak. Átszelve Dél-Európát, megérkezett a Kárpátokba, hogy vadászterületet és párt keressen. A megcsappant afrikai sárkány populáció elűzte ezt a hímet, hogy párt keressen magának. És most végre megtalálta. A nőstényen eluralkodnak az ösztönök, és azt teszi, amit fajta társai több ezer éven keresztül. Egy ősi légi bemutató segítségével vezeti jövendőbeli párját. A csábító akrobata mutatványok azonban más célt is szolgálnak. A magányos és gyanakvó nőstény próbára teszi a hímet. Amennyiben a nőstény megengedi a hímnek, hogy pározzék vele, annak teljesen alá kell vetnie magát neki. Ez az udvarlási rituálé épp olyan veszélyes, mint amilyen látványos. Fönn a magasban összeakasztják a karmaikat, majd káprázatos szabadesésben párosodnak, ahogy manapság a fehérfejű rétisasok teszik. Amennyiben a hím idő előtt szabadulni próbál, akkor kudarcot vall. De ha a nőstény nem ereszti el a megfelelő pillanatban, mindketten elpusztulnak. Ha
600 évvel később a sziklákon talált furcsa égésnyomok egy sikeres sárkánynászról árulkodnak. Ez meg mi? Legalább egy felnőtt sárkánynak kellett itt élnie. Bizonyára nőstény lehetett. Egy fészek. Az elmeszesedett darabok méretéből, valamint a görbület alakjából ítélve bizonyossággal állíthatom, hogy tekintélyes méretű volt. A korlátozott számú maradvány arra enged következtetni, hogy csak egyetlen tojást rakott. Úristen! Két tojásnyi fészekalj. De csak az egyik kelt ki. A nőstény szemügyre veszi a fészket. Kövek, fadarabok, levelek és hamu szorosan kúpformába összeépítve. A krokodilok aktív komposztba rakják tojásaikat, hogy melegen tartsák őket. A sárkányok módszere sokkal egyszerűbb. A tojáshéj hőálló képességének köszönhetően igen magas hőmérsékletnek is kitehető. Tulajdonképpen ezen perzselő külső hőmérséklet híján a sárkányi vadékok elpusztulnának. A kövek megvédik a tojásokat a lángcsóvával való érintkezéstől, de viszonylag hosszú ideig megtartják a létfontosságú hőt, és a fészek belső hőmérséklete állandó marad. Ha már sikerült anyává lennie hosszú évek várakozása után, a 30 napos költési periódusban vigyáznia kell a fészek változatlan hőmérsékletére. Párja visszatér a vadászatról. Nem járt sikerrel. Már megint. Párzás után a nőstény sárkányok agresszívabbá válnak, ösztönös gyanakvással figyelnek minden teremtményt, ami a fészekhez közelít. Ez a párjukra is vonatkozik. Hogy kiengesztelje és megbékítse a táplálék hiány miatt, ajándékot hoz neki. Egy újabb követ a fészekhez. A nőstény elfogadja. A hím immár beléphet a barlangba, és a nőstény indul vadászni. A hím felelőssége a létfontosságú hőmérséklet szabályozás. A nyelvében lévő speciális szenzorokkal érzékeli a hőmérsékletet. Ha csak egyszer is 60 fok alá süllyed, akár rövid időre is, az embriók elpusztulnak. Különös módon csökkenti a hőmérsékletet. A költési periódusban uralkodó hőmérséklet határozza meg a sárkány utódok nemét. Akár csak a krokodil ivadékoknál. Az alacsonyabb hőmérséklet nőstény egyedek kifejlődését eredményezi. A hímeknek versengeniük kell a területért, az ennivalóért és a nőstények kegyeiért. A hím tehát úgy dönt, hogy még csírájában megoldja a potenciális problémát. A
A faj fenntartás ösztöne mélyen beléívódott. De az evolúció egyik kegyetlen csavarja, hogy most megbontja a nemek egyensúlyát, ezzel is egy lépéssel közelebb sodorva faját a kipusztuláshoz. Egy nap elteltével a nőstény visszatér egy újabb sikertelen vadászat után, és azonnal aggódni kezd, mivel a hím nincs az őrhelyén. Azonnal a fészekhez siet. Valami nagyon nem stimmel. A hím hagyta, hogy a fészek hőmérséklete veszélyesen alacsonyra csökkenjen. Egyik embrió számára már túl késő, de a másik még életben maradhat. A hím most nagy bajban van. A hímeket általában korábban elzavarják a fészek közeléből. De nőstényünk még tapasztalatlan. Könnyebben megszerezhető táplálék után kell néznie, hogy a tojás közelében maradhasson. A barlang hihetetlen tempóban tárja fel titkait előttünk. Ez egy birka lehetett, amelyet egy helyi koránból ragadhatott el, ahogy a legenda is állítja. Szegény lány, honnan tudhattad volna, hogy az ember szemében ezáltal bűnözővé lettél? Nőstényünk valóban kétségbe esett lépésekre kényszerült, hiszen immár több szájat kellett etetnie. Ez itt a lánya. Talán az utolsó sárkány ivadék a földön. Csak hogy egy helybéli földes úr és fegyvernöke elhatározzák, hogy véget vetnek a portyáknak. Nem tudván, hogy vérdíjat tűztek ki a fejére, a nőstény sárkány folytatja több ezer generáció megszokott rituáléját. A hegyi barlangban bányászva értékes platinát keres, és átadja utódjának a tűz titkát. A lánya figyel és tanul. Ezek a repedések akár tegnap is létrejöhettek volna. Valamit kerestek a sziklában. Vizsgálatokra lesz szükség, de azt hiszem platinát találunk majd. A fészket nem véletlenül építették éppen ide.
Megvannak az eredmények. Nézzétek, egy üreg van ott. Egy második mögöttünk arra. És egy harmadik van arra. Három üreg, de csak egyre lesz időnk. Mit tegyünk? Fogalmam sem volt, és nem pazarolhattunk el több időt itt fenn. Aztán megláttam, valami bevésődött a sziklába. Egy emberi alak. Örökre beleégett volna a barlang falába. Gyere! Állj ide! A kezed tedd ide! Ezt a kezed! Maradj úgy! Ne mozogj! Ne! Engedd le a kezed! Bármi is perzselte a falra azt a nyomot. Elmögül a fal mögül jöhetett. Készítsd a fúrót. Ide bemegyünk. A TMK távirányítással működő közvetítő. A paleontológusok arzenáljának legújabb darabja, ám rendkívül hasznos. Kisméretű kamerájával a legszűkebb nyílásokon is átfér, és képeket küld nekünk. Kell jutnunk oda. A zsákmány elfogyasztása után anya és lánya a nap melegénél sütkéreznek. Szárnyaik napelempanelként szívják magukba a hőt. Egy újabb agyafúrt alkalmazkodási technika. Egymás mellett fekszenek, megosztva testük melegét. De az anyának hamarosan újra vadásznia kell, és a lánya felügyelet nélkül marad. Mi lehet a jégfal túloldalán? Most már tudom, hogy a barlang nem csupán fészek volt, hanem csatatér is egyben. Bármi lehet a túloldalon, vagy semmi. De a saját szememmel kell látnom. A nőstény ismét vadászni indul. Hamarosan vége a nyárnak, mindkettejüknek energiát kell felhalmozniuk, mielőtt tompult állapotukba esnek. A táplálékszerzés annál nehezebb, minél több ember merészkedik vadász területére, és bár mit sem tud róla, a közeli nyájak megtizedelésével veszélybe sodorta önmagát és lányát. Még két holttest van ide bent. Perzselésnek nem látom nyomát. Ez érdekes.
A külső üregben lévő embereket élve megégették. Ezeket vajon miért nem? Itt egy újabb átjáró. Bemegyek. De most térjünk vissza a legendához. Ez az első két ember a sok közül, akik eljutottak a barlangba. Valahol itt lehet hosszas keresgélésük tárgya. Az itt talált sárkány ugyanúgy néz ki, mint a templom ablakain. Csattogó fogakkal, karmokkal, szárnyakkal. De a fiatal sárkány blöffje nem működik, még nem ura a tűzokádásnak, az emberek kicsinek és gyengének látják. Visszatér az anyasárkány. Túl késő. Lánya, hosszú és magányos életének egyetlen értelme, holtan fekszik a lábai előtt. Az elefántokhoz hasonlóan az anyasárkányok is meggyászolják a halottaikat. De a gyász még várhat. Egy szagot érez a barlangban. Fenyegető, ám de ismerős szagot. A diadalittas gyilkosok trófeaként magukra kenték lánya vérét. A harcosokat eltökéltségük vezette idáig, de nem készültek fel egy felbőszült, bosszúszomjas anyasárkány dühére. Mert aki szelet vet, vihart arat. Lánya halála ismét párzási időszakot idézett elő a nősténynél. Még egy ekkora tragédia után is azt súgja a teste, hogy a túlélés érdekében újra párzania kell. Így hát megpróbálja visszacsábítani párját a területére. Lánya gyilkosainak pajzsát is felhasználja a praktikához. A sárkányokat már eleve vonzzák a fény visszaverő, tükröződő tárgyak. Talán mert folyton a fénylő platina üledékek után kutatnak.
Szánalmas próbálkozás, de a hím talán észrevesz egy villanást. Persze lehetséges, hogy már nem is él. Hová menekülhetett volna az emberek fenyegetése elől? Már nincs hová bújni. Amint beköszönt a tél és ritkul az ennivaló, sárkányunk visszavonul. Ahogyan a krokodilok a szárazságot, a sárkány is képes átvészelni a nehéz időszakot a testében felhalmozott vékony zsírréteg segítségével. Testhőmérséklete drámaian lecsökken, míg ebbe az átmeneti mozdulatlanságba zuhan. Csak hogy ez a túlélési stratégia védtelenné teszi. Szokásos életfunkciói csupán takarékon működnek, és hidrogén készlete csak nem a nullára esik vissza. A belső üreg. Valahol itt kell lennie a kinti vérfürdő magyarázatának. Egy újabb holttest! Egy lándzsa. Ezek az emberek csak a bajt keresték maguknak. És azt hiszem megtalálták. Találtam egy szárnyat! Hatalmas! A nőstény felébredt kábulatából. Ismét emberek akarják zaklatni. De ezúttal jobban felkészültek. Zsoldosok, akiket egy helyi földes úr pénzzel, hogy leszámoljanak vele. Ennivaló híján nem termel tüzelőanyagot. És az értékes gáz nélkül nem képes sem repülni, sem tüzet okádni. Csapdába esett. Az évek múlásával a hó és a jég lezárta a barlangot, a véres küzdelem megfagyott az időben. A sárkány a valóságból átkerült a legendák világába, és ez így is maradt volna anélkül, hogy felfedni előttünk titkait.
Megtépázott hírnévvel hagytam el a múzeumot, és most egy történet lezárásával térek majd vissza. Olyan bizonyítékokkal, melyek örökre megváltoztatják történelmi szemléletünket. A legendák igazak voltak. De a benyomás, amit a sárkányokról hagytak bennünk, téves volt. Kollégáimat beavattam a csodálatos felfedezésbe. Egy állatfaj, amely a dinoszauruszok korában élt, a tengerbe merülve megmenekült a kihalástól. Aztán egyedei újra előbújtak a világ minden táján, benépesítve az erdőket, meghódítva a hegyeket. De annyit mondhatok, hogy még mindig nem figyelnek rám. Őket csupán a bizonyítékok megtekintése érdekli. Erre, vegyék fel a védőszemüveget. Mehet. A földi élet története újraírva, egy anya és lánya által, akik újra együtt lehetnek. Mert ez az, amivel rendelkezünk, egy legendás vonal utolsó példányai. Egy mítosz, mely hússá és vérré lett. A birkarabló mítosza. Egy anya igaz története, aki kicsinye etetéséért küszködik. A bosszús gazdák mítosza. A bármi áron való életben maradás igaz története. A sárkányölő lovagok mítosza. Az üldöztetés és kihalás igaz története. A világ összes mítosza kapcsán ugyanaz a kérdés vetődik fel. Vajon igazak-e ezek a történetek is? És ha igen, megtudjuk-e valaha a teljes igazságot? Elmondja-e valaki az ő történetüket is? Tanner professzor, reméltem, hogy itt találom. A felvételek 2 hónapja készültek. Az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette.